A kiskörösi NKSZ-esen női kézilabda csapata az őszi szezont a 6 csapatos bajnokság 5. helyén zárta. A tavaszi szezonra január 3-án kezdték meg a felkészülést, mely során heti 3 edzést tartanak. Hétfő akkor elkezdtük a munkát, és hétfő, szerda, péntek leosztásba dolgozunk. Hol keményebben egy kicsit, hol lájtosabban egy kicsit. Hát alapozásról beszélünk, tehát azért sokat futunk, meg erősítő jellegű feladatok is voltak, és minden edzésen megpróbáltunk játszani. Ez majdnem mindig sikerült is. A játékos keretben nem történt változás, új játékosok nem érkeznek a csapathoz. Viszont a sérültek felépültek, és hosszú kihagyás után a kapus poszton ismét számíthat a gárda Boldizsár Nikitára is. A felkészülés során február 5-én rendezik meg a Zsubori Zoltán emléktornát. Lesz egy felkészülési tornánk, évek óta csináljuk a Zsubori emléktornát, Zsubori Zoltánra emlékezünk, az egyik apukára, aki élt, halt a kézilabdáért, és mindenhova elkísérte. Két lánya kézilabdázott akkor még, ma Zsófi lánya itt van köztünk, és először serdülő emléktornát csináltunk az ő emlékére, tiszteletére, és most meg eljutottunk oda, hogy most felnőtt kézilabda tornát csinálunk. Az emléktornának is kőrösi csapat mellett 2 Tolna megyei gárda is részt vesz majd. A lányok számára a bajnokság február 3. hétvégéjén veszi kezdetét, de ezt megelőzően február 12-én szombaton is pályára lépnek majd. Ekkor egy Solt-Vadkert elleni elmaradt mérkőzést pótolnak be hazai környezetben a lányok.